Ez itt a Képtár, köszöntöm nézőinket! Meglepték Valentin napra közönségüket a Pannon Filharmonikusok. Koncertfilmet láthattak az érdeklődők tőlük online. Mamma Mia, micsoda koncert volt, Abba emlékkoncert szimfonikus zenekarral. Ezen a címen érhették el a tavalyi előadásokból összevágott produkciót. Komoly zenészek, de csak látszólag könnyű műfajban. Erről beszélgetett a hangszerelést végző karmester. Abba dalok szimfonikus kísérettel a pécsi Szent István téren, de a Kodály Központban is hallhatta ezt az előadást a közönség, amiből a jogdíjak miatt csak ezt a rövid előzetest tudjuk megmutatni. Ez a tavalyi Abba projektnek, ami már tavaly a második évadot élte meg, annak volt egy három koncertből álló sorozat, amikor háromszor teltházzal ugyanazt a műsort játszottuk el, és ebből az utolsó kettő eseményt rögzítettük, és abból készült utólag egy ilyen vágott koncertfilm. És az a koncertfilm került most leadásra az interneten keresztül. Azt nem tudom pontosan, hogy hányan nézték meg, de azt tudom, hogy az ismerőseim közül sokan. Talán az ismerőseim körül most voltak a legtöbben, akik erre most így rámozdultak, hogyha lehet így fogalmazni. De hát ez adódik abból, hogy az Abba életmű az önmagában egy nagyon komoly zenei anyag. Aztán erre rátevődött az utóbbi időben a két Mamma Mia film is, és hát tulajdonképpen most ilyen sok szempontból ilyen kicsit ilyen retro, meg ilyen nosztalgia időket is élünk sok szempontból, és ez magával hozza azt is, hogy korábban nem azt mondom, hogy elfeledett, de kevésbé hallgatott slágerek, mint például akár az Abba életmű is így visszajön a köztudatba, és hát nem is baj az, hogy visszajön, tulajdonképpen mindig is megvolt az a fajta úgynevezett mag, vagy Abba rajongótábor, amelyik folyamatosan hallgatta, én is még kamaszkoromban először a Waterloo nevezetű számmal találkoztam, amivel annak idején megnyerték az Eurovíziós Dalfesztivált, úgyhogy számomra se volt ismeretlen ilyen szempontból. Február 14-én lehetett megnézni a neten a teljes koncertfilmet. Könnyű zene, komoly zenei háttérrel. Nem lehet ilyen élesen elválasztani ezt Vas András szerint. Először is abból indulnék ki, hogy a 17.-18. században a komoly zene és a könnyű zene az sokkal inkább össze volt kapcsolódva. Magyarul általunk ma a komoly zenei félrehelyezett úgynevezett klasszikus zeneszerzők azokat az akkori használatban levő népi táncokat beépítették a saját zenéjükbe, és nagyon sokan népi mulatságokon is, esküvőkön, farsangokon, akár kocsmai borozásokon is zenészként közreműködtek. Na most, ha abból indulunk ki, hogy azokat a táncokat előadni manapság nagyon komoly kihívás, akkor kicsit átkapcsoltunk abba a hogy átkapcsolatunk arra területre, hogy sokszor az általunk könnyebbnek vélt műfajok, vagy könnyebb dallamoknak az előadása, minőségi előadása ugyanolyan komoly megközelítést és igényes megközelítést követel. De van egy másik dolog is, ami mellett nem lehet elmenni, mégpedig az, hogy maga az Abba életmű és az Abba zenei anyag az egy nagyon igényes dolog. Tehát nem arról van szó, hogy találtak valahol egy gitárt, aztán találtak rajta három akkordot, hanem nagyon-nagyon komoly zenei gondolatok, formai érzék és harmóniai kapcsolatok vannak ezekben a dalokban. Tehát nem véletlen, hogy az Abba az annyira fönnmaradt, ugyanúgy, hogy fönnmaradt a Queen, meg még csomó minden más is. Tehát, hogy ezt egy korábbi interjúban mondtam, hogy sokan írtak könyvet, de azért mégis mostanság ugye nem véletlenül olvasnak az emberek mondjuk József Attilát, vagy Dostoyevskit, vagy miért maradtak ezek fönn? Hát azért maradtak fönn, mert ezek az alkotások egy olyan fajta zsenialitást képviselnek, ami időtlenné teszi ezeket az alkotásokat.
Olyan zenei megoldásokat hallhatunk az Abba zenéjében, amire figyelni kellett a hangszerelésnél, mondja Vas András. A videoklipekben meg a koncerteken ugye 4 embert láthatunk a színpadon, láthatjuk az Anyetát, láthatjuk a Fridát, ugye a hölgyek részéről, és láthatjuk a Björnt, meg a Benita az urak részéről, de a hangzóanyag az nagyon sok esetben nem 4, hanem 5 szólamok. Na most ezt mi élő koncerten ezt úgy tudjuk jól megszólaltatni, meg azt gondoltuk, hogy szakmailag is az a helyes, hogyha annyi ember van a színpadon, ahány szólam szól. Magyarul ez a plusz szólam általában a hölgyeknél szokott bejönni, ezért volt az, hogy 3 hölgy állt a színpadon, Poyák Lilla, Malek Andrea, Nárai Erika, illetve Magyar Bálint és Juhász Levente személyében. A kreativitás mindenféleképpen része a hangszerelésnek, de egy nagyon fontos szabály van, hogy az eredeti zenei anyagban fellelhető gondolatok, harmóniamenetek és speciális dallamvezetéseket tiszteletben kell tartani. Tehát minden, ami ezen felül van, az csak olyan dolog lehet, ami ezeket megerősítés alá húzza, és nem pedig elviszi vagy eltereli egy másik útra. Tehát ilyen szempontból a hangszerelés az akkor jó, hogyha azokat a gondolatokat, amelyeket a szerzők beleírtak a dalokba, azokat még inkább kézzelfoghatóvá, átélhetővé teszi a hallgató számára, magyarul növeli a hatást. Kérdés, hogy a szimfonikusokkal és vendégénekesekkel összeállított műsort meddig játsszák még? Mikor lehet ezt abba hagyni? Hát ez egy jó kérdés. Tulajdonképpen egy-két sláger talán még leszállítva az összes abba dalt, ami így az abba életműnek a középpontjában van és fönnmaradt, mint sláger, feldolgoztuk. Ugye nekünk 2 egymás után következő évben voltak Valentin nap környékén abba koncertjeink, és ezekben a közös elem az a legnagyobb slágerek voltak, mint például a Mamma Mia, vagy a Dancing Queen, vagy a Waterloo, vagy I Have a Dream, tehát ezek közös elemek voltak, de az összes többi az cserélődött. Na most e 2 év alatt, meg még tavaly nyáron mellé vettük a Csikitítát, tehát hogy ezzel együtt nagyjából az abba életműnek így a végére értünk, talán még 1 vagy 2 szám van, amin érdemes elgondolkodni. Ugyanakkor, mivel fölhalmozódott több mint 20, inkább 23-24 dal összességében, ezeknek a variálhatósága az elég sok teret enged annak, hogy változatos koncertműsorokat állítsunk össze, ugyanis egy koncertműsoron valóságában fél időnként olyan 6-7 dal az, amit jó elénekelni, és akkor talán még a ráadásokban 1-2-t visszaismételni. Tehát ilyen szempontból ebben van talán némi mozgástér, de ami a slágereknek a zömét illeti, azoknak a végére értünk. A legkisebbek számára hirdetett új online programot a Pécsi Balett. A táncművészek egy 12 részes videósorozatban ismertetik meg a gyerekekkel a klasszikus balett alapjait. A Pécsi Balett mini elnevezésű programba bárki csatlakozhat, de elsősorban a kezdő gyermekeket várják a képernyők elé. Sziasztok gyerekek! Köszöntelek benneteket itt a Pécsi Balett mini sorozatának első videójában. Én Újvári Katalin vagyok, a Pécsi Balett magántáncosa, és itt van velem Olivia. Sziasztok! Vele együtt közösen fogjuk bemutatni nektek a gyakorlatokat. A klasszikus balett alapjait mutatja be a Pécsi Balett művésze és kis segítője. A tánctársulat most indított új online sorozatot a legkisebbek számára. Ez tulajdonképpen egy online tánctanító projekt. Kezdő gyerkőcöknek, táncolni vágyó gyermekeknek, kisebbeknek, nagyobbaknak, leginkább tényleg kezdőknek szól. Nagyon az alapoktól nagyon megvariálva, leegyszerűsítve, kicsit játékosan, amennyire csak lehet ilyen jól érthetően megmagyarázva a gyerekeknek. Szerencsére valami egészen elképesztő számokat produkálunk, a YouTube csatornánkon is a feliratkozások is napi szinten olyan hatalmasat ugranak, és hihetetlen, és nagyon pozitív a visszajelzés. Nagyon szeretik, kapjuk a mindenhonnan, Németországból is kaptunk már visszajelzést, hogy ül a gyerkőc, kaptuk a képet, ez nagyon, nagyon pozitív most, főleg ebben az időben különösen. Pipa, spic, majd utána váltjuk. Az
Egyik lábunkkal pipálunk, a másik lábunkkal pedig spiccelünk, majd váltjuk. És váltjuk. Az érdeklődők hetente láthatnak új részeket, amit bárki elvégezhet, hiszen a gyakorlatok veszélytelenek. Szombatonként kerül egy-egy ilyen rész ki, egyelőre 12 részt terveztünk. Hát, hogyha lesz rá igény, akkor természetesen folytatjuk, de minden héten egy jelentkezik. Három táncművészünk, három vezető táncművészünk lányok csinálják ezt a kis tanítást. Négy rész jutott ugye a három leányzónak, és akkor ők azok, akik igazából bevezetik így a gyerkőcöket így a balett világába. A YouTube csatornánkon keresztül bármikor megtekinthető ugye a videó, igazából az ott a legegyszerűbb, az a platform az, ami a legegyszerűbben elérhető, onnan a legegyszerűbben elérhető, illetve a Facebookon is mindig közé teszem a legújabb résznek a linkjét, úgyhogy egy kattintással már a YouTube csatornánkon találja magát az illető, aki rá kattint. Egy, két. És vissza, másik oldal, vissza, és jön a körbehajlás. Szuper! Bemelegítés után már el is végezhető többek között ez a táncmozdulat is. Ezután otthon tanulhatják meg a kis balerinák a klasszikus balett alapjait. Vince Brigitta stábunknak elmondta, a kezdeményezésnek több célja is van. Egyrészt a gyermekeimből inspirálódtam, hogy nagyon, nagyon korlátozottak most a lehetőségeink, és szerettem volna lehetőséget adni azoknak a gyerekeknek, vagy valahogy lehetőséget nyújtani akár a szülőknek is ezáltal, hogy picit lefoglalni, megmozgatni a gyerekeket, hogy azok, akik esetleg nem versenyszerűen sportolnak, és ugye bezártak az ilyenfajta helyek, hogy egy picit átmozgassák magukat, tanuljanak valami újat, az én gyerekeim is imádnak mozogni, főleg ugye bekapcsolva az internetet, és akkor a ugribugrizni a YouTube előtt. Ezt nagyon szeretik, és szerettem volna valami olyat adni, ami esetleg még egy kicsit tanulnak is, és élvezhetik is így. Kifejezetten jó alkalom volt ez is arra, hogy egy picit a táncművészeink kiszakadjanak ebből a helyzetből, amiből most vagyunk. Ugye a mi lehetőségeink is korlátozottak, nem állhatunk úgy színpadra, nagyon nehéz így most ezt így átviselni testileg is, lelkileg is. Természetesen folynak a klasszikus balett gyakorlatok, próbálunk ugye tréningben maradni, várunk a nyitásra. Úgyhogy mondjuk ennek a három táncművészünknek kifejezetten jól jött, hogy egy picikét újra meg tudták magukat mozgatni, mint testileg és lelkileg és mindenhogyan. És emellett meg ugye zajlanak az együttesben a 60 éves jubileumnak az előkészületei, készülünk az új darabokkal, és nagyon várjuk a gála bemutatónkat. Az ingyenes online programba bárki bármikor bekapcsolódhat, ha pedig lemaradt volna, visszanézheti a videókat. A koronavírus világjárvány a művészeti életet is jelentősen átalakítja. Az idei nyitást már mindenki várja. A Zsolnai Fényfesztivál például háromféle forgatókönyvvel készül a nyári eseményre, a bizonytalan járványügyi helyzet miatt. A négynapos fényünnep a tervek szerint hasonló módon zajlik majd, mint ahogy azt a korábbi járványmentes években megszokhattuk.
2020-ban lett volna az 5. jubileumi éve a Zsolnai Fényfesztiválnak. Ez akkor elmaradt a koronavírus járvány miatt. Idén a szervezők reménykednek, hogy másként lesz, és a fényünnep a maga kiteljesedett szépségében igazi élményt nyújthat közönségének. A tavalyi év az egy nagyon szerencsétlenül alakuló év volt ebből a szempontból. Nagyon készültünk, tavaly ugyanilyen időpontban már nagyon előre haladott stádiumban volt bizonyos része már a fesztiválnak, amit nyilván egy ponton túl már el kellett engednünk. Most újra nekifutunk ennek a helyzetnek, és nagyon bízunk benne, hogy idén valóban meg tudjuk tartani a fényfesztivált. Nem szeretnénk kis eseményt csinálni belőle. Tehát igazából a fényfesztivál önmagában azt a volument, azt a nagyságrendet jelenti, amit megszoktak a nézők, a közönség, és ezt nem szeretnénk alábbadni. Hogy sikerül-e arra az időpontra összehoznunk ezt a fesztivált, amit meghirdettünk, abban csak bízni tudunk, hogy mi történik közben, az nyilván a járványnak a saját folyása lesz. Reméljük, hogy engedi ez a mellékkörülmény, hogy megtartsuk a fesztivált. Jelenleg a Mapping verseny népszerűsítését készítik elő. A Zsolnai Light Art nemzetközi fényfestőversenyt minden évben március 1-én szokták meghirdetni. Ennek részletei a honlapokról megtudható majd. Ezt az eseményt leszámítva elsősorban hazai produkciókra fókuszálnak a szervezők. Hát nem tudjuk, hogy abban az időszakában az évnek mennyire lehet utazni, mennyire tudjuk fogadni a külföldi előadókat. Természetesen vannak talomban nagy cirkuszi produkciók is, és amennyiben lehetőség van rá, akkor készenlétbe vagyunk, és meghívjuk ezeket az együtteseket is. A szervezők teljes erőbedobással készülnek az idei fényünnepre, úgy, mintha biztos lenne minden. Természetesen A, B és C verziók is készülnek, és készülünk arra is, hogyha bizonyos korlátozások nem fogják engedni a nagyobb volument. Igazából a határok szinte nem is élesen, hanem egymásba folynak át. Valószínű, hogy az élő előre haladtával ez egy kicsikét körvonalazódik, hogy mi az, amit meg tudunk valósítani azokból a tervekből, amiket mi összeraktunk. Minden résztvevő, aki ebbe benne van, úgy áll hozzá, hogy a maximálisat teszi bele a saját munkájából, és csak így válhat valóra, mert ha nem teljes intenzitással készülünk, utolsó pillanatban egy ekkora volumenű fesztivált nem lehet összetenni. Bizonyos elemeit egészen korán el kell dönteni. Tehát mi most úgy döntöttünk, hogy szeretnénk a Mapping versenyt megtartani, ezért meghirdetjük. Ha netán le kell mondanunk, akkor én azt gondolom, hogy ezt az utolsó pillanatban is le lehet mondani. Nyilván egy cirkuszi produkciót, vagy más fényalkotó művésznek a produkcióját nem lehet ilyen ad-hoc módon kezelni, hiszen ők hónapokat készülnek rá, és elkészül egy nagy volumenű alkotás, egy installáció, akkor azzal foglalkozni kell. Tulajdonképpen a tavalyi tervekből nagyon sok mindent megtartottunk, és ezért így azok a munkák, amik tavaly ilyenkor belefektetődtek, azok nem fognak elveszni. Reménykedünk benne. A 2021-re tervezett 4 napos fényünnep szervesen ötvözi a fényfesztiválok szemkápráztató világát utcaművészeti produkciókkal, új cirkuszi előadásokkal és zenei programokkal, melyek idén is meglesznek, ha a pandémia engedi.
A sásdi hagyományőrző tánccsoport amikor és ahol tud, próbál. A korlátozások miatt ugyan még nem biztos, hogy tudják teljesíteni az idei felkéréseket, szívvel lélekkel gyakorolnak. A csoport szakmai vezetője Kalányos Róbert a tánc mellett verseket is ír és zenét is szerez. Kalányos Róbert a csapások román változatát mutatja éppen. Ehhez képest a magyar lassabb, visszafogottabb, pontozósabb, mondja a sásdi hagyományőrző tánccsoport szakmai vezetője. A fiatalember 2002-ben állt először színpadra, és azóta is a tánc szerelmese. A sásdi hagyományőrző tánccsoport jelenleg 4 főből áll, és egész Magyarországot bejárták már műsorukkal. Próbálnak, gyakorolnak, de a fellépések száma és időpontja még bizonytalan. Serlegek, kupák jelzik, hogy érdemes dolgozniuk, hiszen mindazt, amit elértek, önerőből teremtették elő. Igazából egész kiskoromban kezdődött, tehát anyukámék is, őnekik is volt egy ilyen zenés, táncos csapatjuk, és én azt hiszem 2002-3 körül álltam először színpadra, aztán azóta van ez az egész dolog. Nagyon régen, 2012-ben országos versenyt nyertünk több kategóriába, aztán volt egy ilyen, hát egy nemzetközi verseny, meg nem mondom most mi a neve, mert hogy nem is magyarul van a neve, de tehát olyan szinten nemzetközi, hogy egészen azt hiszem még Indiából is voltak táncosok, és ott is, tehát ott nagyon sok jelentkező volt, azt hiszem valami 1000 körülbelül, és ott is elég szép helyezést értünk el, kaptunk minősítő oklevelet, meg mindent, úgyhogy erre büszkék vagyunk. A magyarországi cigánytáncokról beszélünk, de vannak benne ezek az óromán gyorsabb, ütemesebb, feszesebb táncok is, és igazából ebből a kettőből összegyúrunk. Tehát van benne ilyen is, olyan is, van benne ritmusjáték is, tehát amit abszolút zene nélkül a fiúk, meg a lányok is dobogással, csapásokkal tök jó ritmusokat adnak elő, úgyhogy nagyjából egy ilyen dologról van szó. Én verseket is szoktam írni, meg írok is, meg most már van 2 saját zeném, az egyik az a legjobb barátomnak, a Vodli Dávidnak írtam, az már egy elég régi zene, aztán van újabb is közötte, meg hát igazából ez az, ami így kitölti a szabad időmet, tehát hogy így verseket írok. Én a MÁV-nál dolgozom most, aztán munka mellett, de viszonylag van szabad időm, tehát hogy azért most már több mint 70, majdnem 80 versem van, ami saját. Én ezeket nem tudom külön szedni, tehát nekem ez egy ilyen egy, az összes a szívemhez közel áll. Ennyi volt már a Képtár közéleti kulturális magazin műsorunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!